Közel 75%-os a foglalkoztatottság Magyarországon 3,9%-os munkanélküliséggel, Fejérvár megyében 1,9% ugyanez a szám. A 2014-ben indult út a munkaerőpiacra és az ifjúsági garancia program is ezt a célt szolgálta, melyekhez vármegyénk is csatlakozott. A Fejérvár megyei kormányhivatalt vezető főispán kedden a projekteket lezáró konferencián azt mondta, sikerrel zárultak a programok a vármegyében. Fejérvár megye ehhez a programhoz, ezekhez a programokhoz 2015-ben csatlakozott, munkáltatók és munkavállalókat szólított meg ez a program annak érdekében, hogy a kettő igényt sikerüljön összefésülni, tehát pontosan fel tudjuk térképezni a munkáltatók igényeit, hogy milyen munkavállalókra van szükségük a tevékenységük ellátásához, végzéséhez, a munkavállalók igényeit pedig, hogy milyen kompetenciával rendelkeznek, annak érdekében, hogy az elsődleges munkaerőpiacra kiközvetíthessük, segítsük őket. Az ifjúsági garancia programban azokat a 25 év alatti fiatalokat támogatták, akik nem dolgoznak és nem tanulnak. Bár hazánkban uniós szinten is kevésnek mondható az ő számuk, az érintettek mégis munkaerőpiaci tartalékot jelentenek, ezért fontos az ő segítésük is. Az út a munkaerőpiacra elnevezésű programmal pedig az álláskeresőket, inaktívakat támogatták a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, melyek egyben bértámogatási programok voltak, vagyis a célcsoportból alkalmazott álláskereső esetén a munkabérének bizonyos százalékát fedezte a program. 2015 és 2023 között történt a végrehajtása ezeknek a programoknak. Ugye ez azért is érdekes, mert hogy közben ugye a Covid-válság az nagyon jelentősen érintette a magyar munkaerőpiacot, tehát ezeket a programokat is a Covid-válság időszakában próbáltuk egy kicsit úgy átforgatni, hogy a lehetőség szerint a legtöbben megfeleljenek a programok elvárásainak, és a lehető legtöbb fiatalt és álláskeresőt tudjunk a programokba bevonni. A konferencián elhangzott, a programok lezárását követően a támogatott munkavállalók 60-65%-át megtartották a munkáltatók. A projektek állami és uniós forrásból közel 410 milliárd forintos összegből valósultak meg.